Műsorunkban Gyopál Salpár kormánybiztossal a Magyar Falu program eredményeiről, az M85-ös út építéséről és a járványügyi helyzet tapasztalatairól beszélgettünk. Térségünk országgyűlési képviselőit telefonon értük el. A minden elemében eredményesnek mondható a tavaly évben biztosan a Magyar Falu program, hiszen ugye itt legalább három elemről beszélünk. Egyrészt beszélünk a falusi csokrum, ami várakozásainkat felülmúlóan népszerű konstrukció volt. Beszélünk egy mellékúthálózatfejlesztési programról, és harmadrészt pedig beszélünk olyan helyi életminőséget javító intézkedésekről, amelyekhez a forrásokat jellemzően önkormányzatoknak biztosítja egy pályázati rendszeren keresztül a kormányzat. Amit talán érdemes kiemelni, az az időfaktor, hiszen az önkormányzatok egyik legfőbb problémája most már évtizedek óta, hogy az ilyen pályázati konstrukciók keretében a forrásokhoz sok esetben viszonylag lassan jutnak hozzá, vagy esetleg utófinanszírozással jutnak hozzá, azaz meg kell előlegezni az önkormányzatoknak ezeket a fejlesztéseket. És kifejezetten az önkormányzatok maguk kérték, hogy előfinanszírozott legyen a támogatás, 100%-os támogatási intenzitással jussanak a forráshoz, azaz ne kelljen önerőt biztosítaniuk ezekhez a fejlesztésekhez. És ezt mi mind teljesítettük, és ráadásul azon elvárást is teljesítettünk, hogy a pályázati kiírások lezárultát követő 60 napon belül minden egyes esetben eredményt tudtunk hirdetni. Erre én kifejezetten büszke vagyok, hiszen egy viszonylag kicsi stáb dolgozik a Magyar Falu programon a miniszterelnökség keretein belül, és ehhez képest tudtuk tartani az összes határidőt, sőt, majdnem minden esetben lényegesen az általunk vállalt határidőkön belül dolgoztunk. A másik, amit érdemes talán megjegyezni, vagy érdemes kiemelni, az a források nagysága, hiszen egy éves költségvetési időszakon belül még soha nem volt ekkora forrás falvaknak szóló fejlesztésekre. Összesen a tavalyi évben 150 milliárd forint állt rendelkezésre a Magyar Falu programban. Ebből 50 milliárd forint jutott a mellékúthálózati fejlesztésekre, és közel 60 milliárd forint a pályázati rendszeren keresztül a helyi életminőségét javító intézkedésekre. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy a térségünkben, a Rába közben és a Sukor alján fekvő települések, ugye itt 73 olyan településről van szó, mely 5000 lélekszám alatti település, és ilyen értelemben címzettje a Magyar Falu programnak, megközelítőleg 3 milliárd forintnyi támogatáshoz jutott csak a pályázati rendszeren keresztül. Nagyon-nagyon sokféle, hiszen 15 pályázati kiírást írtunk ki, úgyhogy nagyon-nagyon sokféle fejlesztésről beszélhetünk. Én most ebben az időszakban, itt a koronavírusos helyzetben kettőt szoktam kiemelni, hiszen kettő olyan van, amely közvetlen segítséget nyújtotta az önkormányzatoknak a koronavírus veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett lépéseikhez. Az egyik ilyen az orvosi eszközbeszerzés és orvosi rendelőfejlesztés. Több mint 40 település szerezhetett be orvosi korszerű 21. századi orvosi eszközöket, illetve részben újíthattak fel orvosi rendelőket. És tényleg olyan eszközökről beszélünk, amelyeket hát sajnos sok esetben alkalmaznia kell a praxisban működő házi orvosnak, vagy alkalmazni kell majd a közeljövőben ebben a helyzetben. Beszélünk itt lélegeztető balonokról, EKG készülőkekről, korszerű testhőmérsékletmérő berendezésekről, és így tovább. Nagyon-nagyon sokféle eszközről van szó természetesen. Másrészt pedig egy nagy falugondnoki és tanyagondnoki buszbeszerzési pályázatunk volt, amit egyiket az idejében is folytatunk. A tavaly évben országosan majdnem 340 önkormányzat cserélhette le meglévő falu vagy tanyagondnoki buszát, illetve ebből a 340-ből volt 180 olyan település, amely korábban nem rendelkezett falugondnoki szolgálattal, és ennek a lehetőségnek köszönhetően indíthatott el falugondnoki szolgálatot, és a személyes tapasztalatom is az, hogy a falugondnokok rendkívül fontos feladatot végeznek, mondjuk úgy, hogy békeidőben is a kis településeken, de ilyenkor, amikor a koronavírus elleni küzdelem zajlik, ilyenkor fokozott az igény az ő segítségükre, hiszen ők azok, akik nem csak békeidőben egyébként a gyermekek intézmények bejutását, oktatási intézmények bejutását és más hasonló fontos szolgáltatásokat végeznek, de ilyenkor például segítséget nyújtanak a védekezésben, segítséget nyújtanak a közétkeztetésből, az ebédházhoz szállításában, az érintettek eljutatásában az orvosi szolgáltatási intézményekbe, és itt tovább, és itt tovább. És ráadásul a saját térségünkben is 17 ilyen település van, amely vagy elindíthatta a falugondnoki szolgálatát, vagy a meglévő falugondnoki szolgálatába állított buszt le tudja cserélni. A közterületek karbantartása is nagyon fontos itt a térségünkben, kisebb-nagyobb településeken egyaránt. Én úgy tudom, itt is tudnak segítséget, vagy tudtak segítséget nyújtani akár eszközbeszerzéssel.
Így van, ez egy nagyon népszerű pályázati kiírásunk volt, majdhogy nem a legnépszerűbb. Számomra is meglepő volt egyébként. A több mint 20 településre veszített be közterületi karbantartó eszközt. Ezek jellemzően mondjuk el valamilyen nagyobb erőgépek, igen, traktorok, sok esetben bobketek és így tovább, illetve ezeknek mindenféle szerelvényei, amelyeket majdnem minden szezonban tudnak használni, hiszen ezek alkalmasak például a havas járdákról a hó eltolására, sószórásra, fűnyírásra, rézsűkaszával rendelkeznek, különböző vontatmányokkal rendelkeznek. Tehát lényegében minden olyan eszközt biztosítani tudnak, amelyeknek köszönhetően januártól decemberig karban lehet tartani az adott település közterületeit. És különös tekintettel arra, hogy a közmunkaprogram keretében a piaci szolgáltatók évről évre idézőjelbe téve elszipkázták a közmunkásokat, hiszen munkaerőhiány volt különösen Győr-Moson-Sopron megyében. Ezért évről évre fogytak a közmunkások az önkormányzatoknál, akik jelentős részben egyébként hozzájárultak a közterületek karbantartásában, ilyen értelemben a falukép szépen tartásában. Ezért is fontos volt, hogy gépesíteni tudjanak az önkormányzatok, hogy a kieső humán erőforrást azt pótolni tudják motorikus erővel. Mire hívná fel a figyelmet? Milyen beszerzések várhatók, akár az önkormányzatok figyelmét felhívni arra, hogy mire készüljenek? Az idei évben majdnem minden pályázati kiírásunkat már megnyitottunk, amelyre forrással rendelkezünk, így jellemzően tavalyi népszerű pályázatokat ismételtünk meg az idei év első felében, közösségi terek fejlesztésére, a már említett traktorpályázatunkra, azaz a közterület karbantartását célzó eszközök beszerzésére, de ugyanígy van lehetőség orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére, mint a tavalyi évben, vagy éppenséggel önkormányzati utak és járdák fejlesztésére, vagy falugondoki buszok cseréjére is. És várható egyébként a következő egy-két hónapon belül nagyon jó eséllyel meg fog jelenni a civil szervezeteket célzó pályázati kiírásaink is, és bízom benne, hogy az év másik felében további jó hírekkel tudunk szolgálni ez ügyben. Játszóterek fejlesztése, vagy éppen játékeszközök beszerzése a gyerekekre gondolva? Így van. A tavalyi évben volt egy egyébként népszerű pályázat az óvodaudvarok játszóeszközének, a külterületi játszóeszközöknek a cseréje. A nem csak játszóeszköz cseréről szólt a pályázat, hiszen itt minden más kapcsolódó beruházást is elvégezhetett az óvodával rendelkező önkormányzat, így például parkosíthatott az óvodaudvarban, kerítést javíthatott, babakocsi tárolót, vagy éppen játszóeszköz tárolót építhetett, és így tovább. De nyilvánvalóan ez egy korlátozott kör számára volt csak lehetőség, hiszen azok az önkormányzatok pályázhattak, amelyek rendelkeztek óvodával. Ugyanakkor nagyon sok olyan kis település van, amelyen a gyermekeknek a létszáma nem engedi meg, hogy egy óvodát fönntartson az önkormányzat. Ugyanakkor itt is születnek és élnek és nevelkednek gyermekek, ezért jogos igény volt ezektől az önkormányzatoktól, hogy ezt a pályázatot terjesszük ki rájuk is, és ezeken a településeken, a közterületeken fekvő játszóterek felújítására, vagy éppenséggel új játszóterek építésére pályázhassanak és nyerhessenek forrást ezek a falvak, és ezt megnyitottuk, ezt a lehetőséget, ez is nyitva áll az önkormányzatok számára. Hol tart most az M85-ös építése? Sokan kíváncsiak erre. A legfontosabb kérdés talán az M85-össel kapcsolatban, hogy különösen itt a koronavírus helyzetre tekintettel tartható-e az a vállalása a kivitelezőknek, hogy az év végén átadhatjuk a forgalomnak az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna és Sopron közötti szakaszait, közel 60 km-es szakaszát. És egyelőre az a jó hír, és nyilván nem szeretném elkiabálni, hiszen a járvány még nem tetőződött, de a kivitelezők folyamatosan számolnak be a beruházó felé arról, hogy okoz-e gondot a járványhelyzet. Egyelőre azt érzik a kivitelezők, hogy nem, és az a jó hír, hogy egyelőre úgy látják, hogy az idei év végével valóban látható lesz az M85-ös gyorsforgalmi út. Egyébként a műszaki előrehaladás március végi hivatalos adatokban az 62%-os. Ez mindenképpen azt mondhatja velünk, hogy ha különösebb gondot nem fog okozni a koronavírus járvány, akkor valóban az év végén láthatjuk a forgalomnak az autósok számára a gyorsforgalmi utat. Kormánybiztos úr, hogy látja, hogyan reagált Rábok és Sokorolj a lakossága a járványügyi helyzetre? Itt az elmúlt hetekben mi nyomon követtük és forgattunk itt a térségbe, és szemmel láthatóan összefogtak az emberek, fegyelmezett magatartásra járulnak ahhoz hozzá, hogy túljussunk a nehezén, illetve hát vége legyen a járványnak. Önnek mi a véleménye, hogy látja mindezt? Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül büszke vagyok a térségben élőkre, azokra, akik közvetlen módon vesznek részt a védekezésben, legyenek azok egészségügyi dolgozók,
legyenek azok a kiskereskedelemben dolgozók, a szállításban, a rendvédelemben dolgozók, vagy éppen települési polgármesterek, vagy akár mindazokra, akik közvetve lesznek részt a védekezésben. A nehéz, komoly dilemma volt számomra is, hogy telefonon, online módon, természetesen amúgy is szoros kapcsolatban állunk az érintettekkel, elsősorban természetesen a falvak polgármestereivel, de mindenki mással, akit nekünk meg kell keresni, vagy aki minket megkeres. Ugyanakkor mégiscsak ott volt az emberben a késztetés, hogy erről személyesen meggyőződjön. Én végül úgy döntöttem, hogy a kellő biztonsági előírások megtartásával, kellő távolságtartással, adott esetben maszk, kesztyű használatával, de mégiscsak szeretnék személyesen meggyőződni arról, hogy hogyan teljesítenek a kis településeken, és sikerült meggyőződnöm személyesen arról, hogy remekül teljesítenek, ezt kell, hogy mondjam, és én ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok a térségben élőkre. És itt nem csak a polgármesterekről beszélek, hiszen nyilván a védekezésben az első számú felelősség mindig a település vezetői. Igen. De természetesen mögöttük ott vannak a képviselőtestületek tagjai, ott vannak a civil szervezetek és így tovább, hiszen számos olyan esetet látunk, a média maga is feldolgozza ezeket az ügyeket, talán önök is, hogy például maszkokat vannak, nyugdíjas klubok tagjai, vagy civil szervezetek tagjai, sportegyesületek tagjai vesznek részt éppenséggel Csornán, a tegnapi napon láttam a Csornai Sportegyesület videóját, a saját eszközeikkel a közterületek fertőtlenítésében, de számtalan példát tudnék mondani egyébként erre. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy remekül helyt állt eddig mindenki a térségben, és arra biztatok mindenkit, hogy legyen kitartással, mert nincs még itt a járvány tetőződése, reméljük, hogy minél előbb ez megtörténik, és utána a görbe el fog laposodni, és a lehető legkevesebb kár elszenvedésével túl tudunk jutni ezen az időszakon, de ehhez mindenkinek elsősorban kitartást és jó egészséget kell kívánok. Az ön tevékenységét a járvány hogy befolyásolja? Azt látjuk, hogy járja az országot, kormánybiztosként teszi a dolgát. Mindez hogy változott az elmúlt időszakban? Egy kicsit nehezedett, hiszen sem az országgyűlési képviselői munka, sem a kormánybiztosi tevékenység nem lassult, sőt, azt hogy mondjam, hogy még fokozódott is az utóbbi biztosan. Ugyanúgy ülésezik az országgyűlés, ugyanúgy ülésezik a kormány, ugyanúgy készítjük a javaslatainkat, előterjesztéseinket a kormányzat számára, ahogy a korábbiakban. Úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy lelassult az életünk, sőt, inkább felgyorsult. Viszont erősen nehezíti, hogy a személyes kontaktusok azért ritkultak. Igen. Nyilvánvalóan, tehát nem csak magunkra, hanem egymásra is vigyázunk, szerintem nagyon helyesen, és ezért az egyeztetéseket, megbeszéléseket jellemzően inkább nem személyesen folytatjuk le a kollégákkal. Nyilván a szűk munkatársi környezetben igen, de tágabb értelemben már kevésbé. És hát tegyük a szívünkre a kezünket, ki az, aki szeret úgy beszélgetni, akár csak munkatársával, akár családtagjával, barátjával, hogy közben nem látja a szemét, vagy legalábbis nem érzékeli a metakommunikációs jeleket, vagy legalábbis nem megfelelően, mert még egy videokonferenciás beszélgetésben sem lehet ezt igazán megtenni, pláne egy telefonos beszélgetésben. Én sem kedvelem ezt, de tudomásul veszük, hogy ez az élet, ettől még nem áll meg a munkánk, ahogy jeleztük számos sajtóközleményben is, a Magyar Falu Program sem áll meg, sőt nem csak, hogy nem áll meg, hanem talán még fokozódik is. Ezt azért, mert merjük nyugodtan megtenni, mert hogy látjuk, hogy az első pályázati kiírásokra érkezett pályázatok száma az egyáltalán nem tér el a tavalyi évtől, azaz a polgármesterek azon túl, hogy gőzerővel dolgoznak a koronavírus járvány megfékezésében és a veszélyhelyzet elhárításában, emellett gőzerővel dolgoznak például a Magyar Falu Program pályázataikon is, úgyhogy egyelőre nincsen okunk arra, hogy lassítsunk. Gondolom közös cél, hogy élhetőbbé váljon a térségünk, szebbek, modernabbak, korszerűbbek legyenek a településeink. Ez így van, és ezért van különös jelentősége a Magyar Falu Programnak, hiszen nyilvánvalóan ez a cél korábban is itt levegett előttünk, hogy a lehető legjobb életminőséget kínáljuk a választók előttünk 75 települése számára. Viszont korábban ilyen célzott program, amely kifejezetten a falvakat célozta volna, kifejezetten ilyen könnyű, számukra is elérhető eljárásrendben és gyorsan jutott forrásokat a különböző fejlesztések végrehajtásához, ilyen korábban nem volt, és éppen ezért egy kiváló lehetőség arra, hogy most ezt a célt a falvak tekintetében is nyomatékosabban el tudjuk érni. Ehhez kívánok minden pályázónak jó egészséget. Köszönöm. Köszönöm szépen.